Besterce adott otthont a 6. alkalommal megszervezett a Magyar Szórvány Napja című rendezvénynek. Ezen a Székelyföld Szórvány együttműködés jegyében a Székely megyék is képviseltették magukat. 2011-ben nyilvánították Bethlen Gábor születésnapját, november 15-ét a Magyar Szórvány napjává, az RMDS 10. nagyváradi kongresszusán. Azóta a szórvány cselekvési tervet fogadtak el. Annak sikerei és kihívásai voltak az idén Besztercén megszervezett rendezvénynek a központi témái. Winkler Gyula, a szórványért tevékenykedő politikus híradónknak elmondta, a nagy sikerű programok a folytatásért kiáltanak. Maradjon egy mindig is egy összehangolt tevékenység, a szórvány tevékenység. Akkor, hogyha lemondunk a szórványról, akkor a tömbök kezdenek el szórványosodni, tehát az erdélyi magyar nemzetstratégia, nemzetgondolkodás értelmében a szórvány megőrzése és a szórvány megerősítése a célkitűzés kell, hogy legyen, és az is kell, hogy maradjon a jövőben. A Besterce megyei magyar vezetők szerint az együttműködésre egyértelműen szükség van. Számukra bátorítást és megerősítést jelentenek az ilyen rendezvények. Ez egy pozitív, megerősítő jellegű dolog, hiszen mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy lássuk, érezzük azt, hogy a tömbben élő magyarság, meg a magyarországi képviselők is itt vannak és támogatnak bennünket. A Besterce megyei magyarság 2014-ben közel állt egy önálló magyar tannyelvű iskola létrehozásához, ez továbbra is kiemelt céljuk.